rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay tonight, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he's sending my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night. That's a feeling I want to get used to. Vendégünk a zenekarból, Mátés Péter, sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Pont múlt héten pénteken, augusztus 23-án volt egy éves a zenekar, reméljük, hogy ezt méltón megünnepeltétek. Hogy érzitek, hogy telt a zenekarnak ez az első éve? Mozgalmasan. Rengeteg munka van mögöttünk, és még lesz is láthatólag, ugyanis gőzerővel készülünk az első nagylemezünkön dolgozva, és az idei év az talán az első olyan nagy megindulós évünk, ha úgy vesszük, nem csak a saját dalok szempontjából, hanem a egyre több felkérésre örvendhetünk, egyre több koncertet tudhatunk már a hátunk mögött, rövid egyéves fennállásunk óta. Mind a négyen külön zenei utakról jöttetek, de végül is mondjuk azt, hogy összesodort, összekovácsolt titeket az élet egy zenekarra. Kicsit meséltek a kezdetekről, hogy hogyan is találtatok egymásra, mint zenész a zenészre. A kezdetek hát elég sorszerű volt egyébként, mert mindegyikünknek volt egy szóló vagy duó projektje, különböző zenei produktumokban vettünk részt külön-külön, és valahogy összesodort minket az élet. Egy közeli ismerős hozott minket össze, úgymond. Általa ismertük meg egymást, a Máté és Áron, a gitárosunk adott egy duó koncertet, ahova elmentünk, és igazából ott született meg kapásból a koncert után a zenekar gondolata, a csírája, és akkor onnan elkezdtük a közös munkát, és igazából azóta töretlenül próbálunk előre menni. Ugye az a zenekar neve Songs Left Behind, és nagyon szeretjük feltenni ezt a kérdést, hogy honnan a név. Már pedig azért is, mert hogy ugye hátrahagyott fiúk, mondjuk tükörfordításban elmondva ezt a nevet nagyjából ennyit jelent. De mire utalna, mert ugye tulajdonképpen azért itt már voltak összefonódások az előtörténetetekben, de akkor mégis hogy kaptátok ezt a nevet, hogy miért adtátok magatoknak? Nos, ez a név ez onnan ered, hogy mielőtt összeállt, vagy megfogalmazódott volna a Songs Left Behind gondolata, mindannyian szólózenészként tevékenykedtünk. És mindannyian hasonlóan ugyanazt éltük át, amikor szólózenei karrierbe kezdtünk, hogy valami hiányzik, nem kapjuk meg azt az érzést, hogy jó helyen vagyunk, vagy jó az, amit csinálunk. És ez a hátrahagyottság érzés egy picikét talán ebből is fakad. Igyekeztünk arra, hogy ezt a hátrahagyott érzést, ezt végre valahogyan hátunk mögött hagyhassuk, és hát mit hozott az élet? Teljesen véletlen, hát véletlen, vagy nem tudom, nem hiszek a véletlenekbe, de sorszerű volt a találkozás Petivel, aki szintén ugye zenész családból származik, neki a bátyja, a dobosunk Dani. Gyakorlatilag az első beszélgetés után egy hullámhosszra keveredtünk, és amikor először elkezdtünk zenélni, még csak így négy fal között, akkor éreztük azt először, hogy na, azt hiszem jó helyen vagyunk. Megtaláltuk azt, amit kerestünk mindig is. Meséltek egy picit az alkotó folyamatról, ki felel a zenéért, ki a szövegért, hogy néz ki ez nálatok? Hát amikor elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor teljesen változó, hogy egy dallam van meg, vagy egy szöveg, ez nincsen fix recept, hogyha tudnánk, akkor tök jó lenne, de így ez nehéz. Amint papírra kerülnek az első sorok, vagy megszületik egy akkordmenet, egy dallam, akkor onnantól igazából mindannyian 25%-ot vállalunk az egészből. Nincsen olyan, hogy ki írta egy dalt, nincsen olyan, hogy ki írta a szöveget, hanem amint megfogalmazódik egy új dal, csíra, onnantól kezdve igazából mind a négyen egyöntetűen abban vagyunk, és akkor azt próbáljuk tökéletesíteni a lehető legjobb módokon. Most az előbb egy feldolgozást hallhattunk tőletek, és hát nyilvánvalóan az kicsit természetes, hogy egy zenekar mondjuk úgy kezdi bontogatni a szárnyait, hogy megnézzük, hogy közösen hogyan tudnak már előadott, vagy mások által írt dalokat eljátszani. De mikor léptetek arra az útra, hogy akkor kellenek a saját dalok, és mennyire hagyjátok el most már a feldolgozásokat?
eleinte nagyon ijesztő volt, amikor először elkezdtünk zenélni, hogy belegondoltunk egy picit abba, hogy na hát mi lesz akkor, hogyha úgy fogunk fellépni már a színpadra, hogy saját dalokat játszunk, és az emberek és ez úgy gyorsan megtörtént egyébként. Igen, szerencsére. És igazából, amikor először elkezdtük az átdolgozásokat, coveröket elvinni koncertekre, és hát dolgozgattunk velük, erre különösen figyeltünk, hogy ne legyen annyira Ctrl-C, Ctrl-V egy ugyanolyan verzió, mint ami az eredeti, hanem megpróbáltuk egy kicsit Sounds Lab Behind-ossá tenni, belerakni a saját magunk is darabkáit, érzéseit, és gyakorlatilag az első próbán már voltak olyan ötleteink, hogy születtek dal ötletek, és nagyon-nagyon ijesztő volt, hogy néha ezek az ötletek annyira váratlanul értek bennünket, és annyira gyorsan kibontakozott, hogy plusz megerősítés, visszacsatolás volt, hogy oké, érdemes csinálni. És kiegészíteném, bocsánat, még ezt annyival, hogy ezért is tök jó az, hogy igazából mindannyiunknak volt egy külön zenei előélete, ahonnan voltak külön ötletek, és akkor ezeket picit így csapatként tudjuk összegyúrni. Ez ennél ijesztőbb dolog ne történjen veletek, mint hogy nagyon könnyen kigurulnak belületek közös dolog. További sok sikert kívánok nektek. Vas megyén belül és Vas megyén kívül is, hiszen ezt elmondhatjuk rólatok, hogy a Szombathely Büszke képviselői vagytok, illetve Vas megyé. Köszönjük szépen, fiúk, hogy eljöttetek hozzánk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy lehetünk.